csak össze van rakva több dal. Összesen egy olyan 17-18 perc, de jó, pörgös az egész, pörög az egész végig. És hogy csináljátok, hogy minden színpadi sorra külön készültök, vagy pedig van egy ilyen séma, egy bevett mozgás? Tudom, hogy hülyeségeket kérdezek, azért mosolyogtál, vagy pedig minden sorra külön készültök? Minden fellépésnek megvan a maga sorrendje, tehát vannak a hétvégi műsoraink, az egy hosszabb 30 perces műsor. Vannak olyan műsorok, amikor éppen az együttes rohanásban van, ez jelenti a rövid műsor. Hát most egy ilyen? Igen, ez most egy ilyen, mert még ezzel dolgunk van. De egyébként minden a saját elképzeléseink szerint készül el. Említed, parancsolj? Általában egy olyan fél év, amikor teljes új műsor készül, most például, hogy éppen gyártás alatt van a következő show. Említetted, hogy most még a fellépés után 1000 dolgotok van, mit csináltak? Hát vannak még riportjaink, vannak közös programjaink, és készülünk egy Emergency House 40 perces show műsorra, ami elég sok munkát igényel. Betanulni a koreográfiát? Az sok munka? Nagyon sok munka, főleg rájönni, hogy mit is szeretnénk a zenére megcsinálni. Ráadásul stúdióba is el kell mennünk, és össze kell vágnunk az egész 40 perces műsort, úgy lesz munkánk bőven. Tényleg elég elfoglaltak vagytok. Mielőtt fölmennétek a színpadra, közösen egy klipet kellene kiválasztani, és elküldeni valakinek, vagy akár ha négyen vagytok, akkor kettőt is. Húha! Mi ketten küldjük a... Jó, akkor küldjetek, jó, akkor álljatok egymás mellé, sokkal egyszerűbb, ti pedig addig gondolkozzatok. Ó, itt is megvan, parancs. Ó, mindenkinek megvan, parancsoljatok. Nekünk van egy nagyon-nagyon kedves klipünk. Hát ha mondjuk autóba, akkor ez az egy dal az, ami üvölt és között tombolunk. R. Kelly, I Believe I Can Fly. Kinek külditek? Hát először is magunknak, mert imádjuk. És mindenkinek, hogy imádja. És akkor most ti jöttek? Húha, mi közös megegyezésre kiválasztottuk az én kedvencemet, Salt and Pepper, Grio Baby és az összes Erika C. Dance School tanítványnak küldjük. És akkor a fellépés után még lehet, hogy dumálunk, és ha jól sikerül, már pedig biztos, hogy jól fog, akkor lehet, hogy ennek örömére még egy klipet küldhettek majd, jó? Köszönjük! Sziasztok, hello! Én valóban el szoktam kísérni éppen azért, hogy figyelemmel kísérjem, hogy dolgoznak, illetve hogy esetleg, hogyha vannak negatívumok, azokat tudjam velük közölni, mert ők magukat nem látják természetesen a színpadon. De ők végül is már profi fellépők, nagyon-nagyon sokszor lépnek föl. Ennyi fellépés után milyen negatívumok léphetnek fel? Hát ez talán én, mint produceri szemmel vagy, mint a tanárok, ugye természetesen mindegyik tag még a mai napig jár hozzám órára. Főleg itt nem is az énekkel kapcsolatban vagy a fellépés, hanem esetleg a koreográfiával, vagy hogyha szeretnék frissíteni, akkor itt meglátom egy fellépés, hogy hol kell még megdobni a koreográfiát. És akkor ez hogy zajlik, hogy eljönnek hozzád, mert azt mondják, hogy valamit újítani szeretnének, és akkor együtt találtok ki valamit, vagy pedig neked van egy ötleted, és ők azt már betanulják? Hát az Emergency az abszolút önálló, tehát olyan szinten ők készítik a koreográfiákat, maximum csak rátekintek, és egy-két jó szót tudok hozzászólni. A Bizzy Boysnál még valóban nagy részét én készítem, illetve Smiley a Bizzy Boys egyik frontembere. Ha már itt a tánciskoláról beszéltünk, akkor mi újság, körülbelül mennyien vagytok ebben a táncsuliban? Sokan, országos szinten nagyon sokan. Közel olyan 2500-3000 ember jár országos szinten az Erika C. Dance Schoolba. És most készülünk egy úgynevezett ilyen intenzív, nyári intenzív tánckurzusra, ami júli 13-ától lesz az Arany János utca 10-ben, amit a Bizzy Boys vezetésével fogunk létrehozni. Ez 2 hét nyári intenzív tánckurzus. Nem sokára ők is fellépnek. Most azonban nem látod az Emergency House, hogy valamit rosszul csinálnak, mert éppen itt beszélgetnek. Én azonban bízom benne, hogy nem fognak semmiféle hibát elkövetni. Nemrégiben született meg a kislányod. Gondolom, neki szívesen küldenél egy klipet. Így van, a kislányomnak és a mamájának szeretném küldeni a messzi vetektől a legújabb klipet. A címét sajnos nem tudom. Elküldjük neked. Köszi. Szia! Igen, tegnap olyan mértékben figyelt minket, hogy forgattuk is gyorsan, ijedtünk be egy videoklipet, a Gyere hozzám fel című számból, tehát teljes mértékben ránk összpontosít a Robi. Szinkronhangomat ott vagy, Zoli izgul a fellépés miatt, főleg a sikítozások miatt. És... Egy kis lámpalász, de tényleg nagyon tűzbe jött a közönség, úgyhogy szerintem rohanjatok. Előtte azonban még egy-egy klipet küldhettek valakinek, így hárman, az nélkül, hogy összesen hatan vagytok, 2 klipet tudtok küldeni. Bármilyen videoklip lehet? Egy feltétele van a dolognak, hogy meglegyen nekünk. Én szeretném küldeni Genuine-tól a Windows Cry című videoklipet. És mi pedig szeretnénk küldeni a... Nem. Már itt volt egy Madonna, az miért nem jó? Mert mi sokkal jobban szeretjük a Baby Sisters-től a Még egy táncot. És kinek küldi? Én szeretném küldeni a családomnak, és mindenkinek, aki szereti a Bizzy-t. Mi pedig az összes Spice Girls rajongónak. Köszi szépen, és akkor menjetek fellépni, mert türelmetlenül várnak. Sziasztok, hello!